Az NB1-es futsalbajnokság 18. fordulójában a Gödöllői Bikák csapata a nagy rivális Ülő FC Cső Montázs együttesét fogadta a Szent István Egyetem sportcsarnokában. A mérkőzés komoly téttel bírt, hiszen a hazaiak az alapszakaszbeli harmadik helyért, míg a vendégek a felsőházi rájátszásba kerülésért szálltak harcba. A Bikák kezdték jobban a találkozót, és alig 5 percnyi játék után meg is szerezték az első találatot, amit újabb 2 követett pár percen belül. Az első félidő derekán szépítettek ugyan a vendégek, de nem tudták szorossá tenni a mérkőzést, ugyanis Jenei Otto utolsó percben szerzett góljával 4-1-re módosult az állás. A megnyugtató előnyben játszó hazai csapat a folytatásban is remekelt, annak ellenére, hogy vendéghelyzetekkel kezdődött a második félidő. A 10. percre azonban újabb 2 góllal növelt előnyét a gödöllői együttes. A 13. percben egy szép találattal ugyan kozmetikázta az eredményt a Csőmontázs, de a hajrára beindult a gödöllői henger, és 4 perc alatt 5-ször is bevették az ellenfél kapuját. Ezzel a magabiztos sikerrel a gödöllői Bikák csapata a tabella 3. helyére lépett előre, 2 fordulóval az alapszakasz vége előtt. Szabados István beszélgetett Baranyai Pál játékos edzővel, Jábor István edzővel, valamint Rovlencsics Balázs játékossal. Baranyai Pált kérdezem a mai mérkőzésről, a csapat egyik játékos edzőjét, aki most játékosként nem tudta segíteni a csapatot, de a fiúk megoldották ezt a feladatot. Hát igen, úgy érzem, hogy sikerült ma itthon tartanunk a 3 pontot, és én úgy gondolom, hogy a Csőmontás csapat ma nem nagyon tudott nekünk akadályt szabni, hát még érdemelten nyertünk. Mennyire készültek erre a találkozóra külön? Hát mi nagyon készültünk erre, nekünk itt egy jó pár játékosnak azért ez preszt is, ugye, mert mi játszottunk a Csőmontásban egy jó páron, úgyhogy mindenféleképpen készültük, tudtuk, hogy mit fog játszani a Csőmontás. Úgy néz ki, hogy be is jött az igazam, úgyhogy azokból a dolgokból, amire készültünk, azokból nagyon-nagyon sok gólt tudtunk lúgni. Hogyan alakult a Szeged és a Berettyóújfali mérkőzése? Ugye ettől függ az, hogy sikerült-e esetleg előrelépni a 3. helyre? Hát úgy néz ki, hogy sikerült, mert ugye a Szeged-Berettyó mérkőzés 3-3 lett, úgyhogy mindenféleképpen sikerült előrelépnünk, de nekünk nem ez volt a fontos, hanem az, hogy ott mind a két csapat pontot hullítson, mert hogyha így gondolkozunk, akkor még talán lehet, hogy van a 2. helyre is esélyünk. A rájátszásban a legjobb 6 csapat játszik egy újabb kört. Ott maradnak az eredmények, vagy esetleg lenullázódik minden? Nem, maradnak az eredmények, azért mondom, hogy van esélyünk mindenféleképpen a 2. helyre is odaérni, mert úgy gondolom, hogy ha mi ilyen fegyelmezettek vagyunk, mint ma, akkor bárkit meg tudunk verni, én legalábbis így gondolom. Hogyan értékeli ezt a mai találkozót? Hát ezután nehéz megszólalni. Hát tulajdonképpen én azt gondoltam, hogy ez a röpke tevékenységem alatt, amit itt elértem ennél a csapatnál, hogy egyáltalán az, hogy elértünk valamit, meg az, hogy bármire van esélyünk, de hát ez a mai mérkőzés ez nem ezt mutatta sajnos. Megalázó vereséget szenvedtünk, és én úgy érzem, hogy nem feltétlen ennyivel jobb csapatnak. Egyszerűen a két csapat közti mentalitásbeli különbség az, ami kiütközött ezen a meccsen. Talán az elmúlt időben sok feszült és olyan mérkőzéseket játszottunk, ahol eredménykérszal alatt voltunk. Úgy érzem, erre a meccsre kipukkattunk eléggé csúnyán. Beleszaladtunk egy olyanba, amiben nem kellett volna. 2 mérkőzés van még hátra az alapszakaszból. Hogyan értékeli magát az alapszakaszt? Ez lett volna az a mérkőzés, amire mindenféleképpen szükségünk lett volna, hiszen meggyőződésem volt, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk fogni, amire én reálisan láttam esélyt, akkor azt mondtam, hogy a hátralévő 2 mérkőzés, hogyha behúzok, akkor tudtuk volna folytatni a felsőházba, ez lett volna a cél. Eddig, amióta ez alatt a, most már nem is tudom hány mérkőzés óta, én vagyok az edzője a csapatnak, végig lelkesen odaadással játszott a brigát, tehát pont erre a mérkőzés, a legfontosabb mérkőzésünkre nem tudtunk úgy fölparagni. Nagyon sajnálom, mert innentől kezdve célunk az, hogy lehet, hogy a legtöbb pontot hozzuk a hátra lévő 2 mérkőzés alatt. Gratulálok az ellenfelemnek, nem is nagyon szeretnék beszélni, mert úgy érzem, hogy semmi értelme nincsen ezután a mérkőzés után. Gratulálok gödöllőieknek!
A gödöllői csapat egyik legjobbja Lovrencsis Balázs a kameránk előtt. Azért mondom, hogy az egyik legjobb, mert nagyon jól játszott az egész csapat. Hogyan láttad ezt a mérkőzést? Hál' Istennek készültünk egész héten el a mérkőzésre. Nagyon fontos volt nekünk, hogy ezt a meccset behúzzuk. Tudtuk, hogy a Berettyó és a Szeged egymással játszik, ezért kellett, hogy mindenképp nyerjünk. Hál' Istennek nagyon jól sikerült, és az egész csapat tette magát, és hát rajtam kívül szerintem az egész csapat jól játszott. Végig határozottan irányítottátok a játékot, az ellenfél edzője pedig úgy gondolta ennek ellenére, hogy meg tudják nyerni ezt a mérkőzést, tehát ők nyerni jöttek ide, ezt tudtátok? Nem tudtuk, viszont mi is nyerni jöttünk, ugyebár. Én úgy gondolom, minden nagy képviség nélkül mondhatom, hogy ez a mérkőzés 0-0-ig volt szoros. A eredmény magáért beszél, 11-2. Mit tudtok a másik mérkőzésről, a Berettyó, Újfalu és a Szeged között? Annyit tudtunk, hogy a Szeged 3-1-re vezetett, utána 3-3 lett a mérkőzés. Ez nekünk ugye azért jó, mert így feléptünk a harmadik helyre, és ez volt a célunk. A rájátszásban milyen szerepe van annak, hogy hanyadik helyen végeztek az alapszakaszban? Igazából nem sok. Annyi a lényeg, hogy a mögöttünk lévőket mindenképp megverjük, és a Berettyóval és a Győrrel játszunk egy kiki meccset. A Berettyót megfoghatjuk, ugye a múlsuk vagyunk, ahogy ezt már többen is mondták. A Győr viszont egy profi csapat, aki ellen nem csak szerencse, hanem nagyon jó játék is kellene. Gratulálunk a mai mérkőzéshez, és további sok sikert kívánok! Köszönöm.